Az 57 éven át fennálló kékszalag rekordot egy egészen különleges, ám 100%-ig magyar tervezésű és építésű hajó az 50 láb hosszú, kéttestű 50-50 döntötte meg 2012-ben. Mindenkit meglepett, amikor a 2012-es kékszalag előtti napon felbukkant a vízen, mert ilyen hajót ezelőtt sehol a világon nem láthattak a vitorlázók. A 50-50 két árbócos, ám az árbócai nem a hajó tengelyében egymás mögött, hanem a két testen egymással párhuzamosan állnak. Hasonlóra volt már példa Angliában, ám teljesen eredeti és különös a 50-50 árbóc merevítő rendszere és vitorlázata. A különös hajót Paulovics Dénes találta ki és építette meg hajóépítő műhelyében a Pauger Carbon csarnokában Kápolnás nyéken. A tervek és a szerkezeti számítások elkészítésében Korencsi Tamás segítette. Az 50 láb, vagyis 15 méter hosszú testekre ültetett, egyenként 19 méter magas árbócokat különleges merevítőrendszer köti össze és stabilizálja. A hajó 9 méteres szélessége adja a stabilitást, illetve teszi lehetővé, hogy az egymás mellett elhelyezkedő vitorlák ne zavarják egymást az áramlásban, és így maximális hatékonysággal működjenek. A hajó merülése teljesen leeresztett uszonyokkal két méter, de uszonyok nélkül és felhúzott kormányjal csak 15 centiméter. A 50-50 a szélsebességének két és fél háromszorosával képes vitorlázni. Ideális szélviszony esetén a hajó 40 csomó feletti sebességre is képes lehet. A vitorlás hajót ugyanis a szél nem tolja a vizen, a vitorlákon, a profilokon a repülőgépek szárnyaihoz hasonló módon keletkező felhajtó erő viszi előre. A vitorlást nem a valóságos szél hajtja, hanem a látszólagos. Az, amit a fedélzeten érzünk, aminek az erejét és irányát a valóságoshoz képest módosítja a haladó hajó saját menetszere. Még a hagyományos vitorla hajó kapcsolatban gondolkodó vitorlázóknak is nehezen érthető és elképzelhető, de ha a hajó elindult és testének elég kicsi a surlódása a vízzel, akkor a menetszél a saját menetszele tovább gyorsítja. A könnyű és gyors katamaránoknál már érezhető, hogy ez a surlódás és a felhajtóerő közti viszony a meghatározó. Amikor a katamarán kiemeli a szél felőli testét a vízből, a surlódás drasztikusan csökken, a hajó gyorsul, amitől nő a menet szere, ezzel a felhajtó erő a vitorlán. Így addig gyorsul, amíg a meghajtás és a surlódás új egyensúlyba nem került egy nagyobb sebességnél. A 50-50 esetében a két árbóc, a két vitorlázat még hatékonyabbá teszi a rendszert. 2012-ben a hajó egy nappal a kék szalag előtt került vízre, így a legénység Józsa Márton kormányos vezetésével még abban sem volt biztos, hogy minden szokásos vitorlás irányba tudnak-e majd haladni az extrém hajóval. De hamar belejöttek, és annak ellenére, hogy a versenyen jó részt gyenge szél fújt, mégis sikerült nem csak egyszerűen meggyerniuk a túkerülőt, de megjavították a nemere 2 1955 óta fennálló pályarekordját is. A 50-50 10 óra 34 perc 15 másodperc alatt teljesítette a 155 kilométeres távot. 2013. július 17-én pedig jó szélben vitorlázva Józsa Mártonék a Kenesek Keszthely rekordot javították meg, Keszthelyről indulva 2 óra 22 percre. A 50-50 születése óta is fejlődött. Paulovics déneség, a Pauger karbonnál módosítottak az Árboz merevítő rendszeren, illetve elkészült a 2012-es kék szalagon még hiányzó egyedi Árboz görbítő rendszere, amelyet egy fél méter átmérőjű Árboz profilban belül hosszában kifeszített karbonszál megíjazásával működtetnek. A 50-50 fejlesztése még nem ért véget azzal, hogy vízre szállt. A különleges hajóban megvalósult érdekes ötletek ismét új utakat nyitnak a tervező fantáziájának.